A jó megszokott üzemanyag jelöléseket hamarosan újak váltják fel. A benzinek fajtája egy ködben, a gázolajaké egy négyzetben, a gázé pedig rombuszban lesz látható. Az Európai Unió azért akarja egyesíteni jelöléseket az összes tagországban, hogy ne történhessen meg, hogy külföldön járva elbizonytalanodunk azon, mit is tankoljunk a gépjárművünkbe. Csak hogy a magyar kutak jelöléséhez szokott autósok számára nem lesz egyszerű újra tanulni a jelzéseket. A benzinkúton többféle reakciója is volt a hírnek. Így a kutasoknak lesz a legtöbb dolga, mivel hogy aki nincs tisztában úgy, mint én ezekkel a dolgokkal, meg nem is tudtam még utána nézni, nekik lesz a legtöbb dolga, mindenkinek elmagyarázni, főleg az idős korosztálynak. Üdvözölni tudom, hogyha átláthatóbbá válik, egységesebbé válik a rendszer, könnyebben el tudok igazodni, akkor részemről rendben. A jelölés megváltozásának szabályzatát a jövő évre ígérik. Addig egészen más hozza lázba a gépjárművezetőket, jelesül az üzemanyagok árai. A benzinárak folyamatos emelkedése kérdésében Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke borulátó. Mi várható? Hát olvasva a prognózisokat, úgy néz ki, hogy ha nem változik a tendencia, az év végére el fogja érni a korábbi 100 dolláros hordonkénti árat. Ennek pedig súlyos pénztárcákat érintő következményei lesznek, és nem csak az autósok körében. Véleményem szerint gyakorlatilag a fogyasztói árakra is hatással lesz, tehát növekedni fog. Nem robbanásszerűen, hanem egy folyamatos növekedés lesz. Annál is inkább maguk az üzemanyag árak is folyamatosan emelkednek. Valószínűleg visszaáll a két évvel ezelőtti ár az üzemanyagoknál, ami azért jelentős emelkedést jelent. Az üzemanyagok 450 forint körüli maximalizálását tartja elképzelhetőnek a kamara elnöke. Ennek pillanatokon belül árnövelő hatása lesz számos termék árára. Elég a zöldséges standok árait megnézni, mondja Fischer Sándor, és ebben nem lesz különbség a multik és a kiskereskedők között.